ahol néha őzikék is szaladgálnak, és egy kollégiumunk, ahol az összes hallgatónknak tudunk szállást nyújtani. Na nézzük csak egy pillanatra, hogy mi is az, ami miatt én úgy gondolom, hogy Zalaegerszeg egy kiváló központ lenne. A következő fóliánál talán. Igen, és akkor így mindjárt a kollégáim már a fóliát is készítik. Tehát arról szól a történet, hogy mi a 21. század kihívásaihoz kívántunk igazodni, és ezek a 21. század kihívásai megkövetelik, hogy gyökeresen átalakítsuk azt, hogy hogyan és miként gondolkodunk az oktatásról. Az oktatásban a különböző területek nem szegmentálódnak el egymástól, hanem ezek nagyon szépen egymásra épülve egy láncolatot alkotnak. Itt Zalaegerszegen mi így gondolkodtunk, és hogyha rátekintetek a képzési palettánkra, akkor azt látjátok, hogy a tradicionális zölden jelölt szakjaink mellett mi már tavaly elindítottunk két új szakot, mik is a tradicionális szakjaink, tehát a gazdaságtudományok terén ugye volt a pénzügy számvitel, amiről mindig híresek voltunk, gazdálkodás és menedzsment, ami egy kiváló képzés nálunk, és itt volt nálunk a gazdaságinformatikus képzés, ami pedig egy nagyon dinamikus és a emelkedő pályán van. Ehhez kapcsolódott a Pannon Egyetemnek a mechatronikai képzési intézetében a mechatronikai mérnök képzés. Ha a zöldeket áttekintitek, látjátok, hogy a láncolat nem volt meg. Most a tavalyi év során mi elindítottuk a gépészmérnök képzést, és elindítottuk a mérnök informatikus képzést Nagy Kanizsával közösen. Az idei évben egy újdonsággal fogunk számotokra szolgálni, ez az újdonság, ez a tesztmérnöki képzés lesz. Ha így gondolkodtok, a mérnöki területen nálunk megvan minden. Mi nem egy szakot ajánlunk nektek, hanem azt ajánlunk nektek, hogyha bejöttök hozzánk mérnöknek, akkor bármi fajta mérnökké át tudjátok magatokat képezni. Ugye a gépészmérnök, hogyha lefordítjuk egyszerűen, ő az, aki a hajtásláncot meg tudja csinálni. Tudja méretezni a fogaskerekeket, az erőátviteli rendszereket. A mechatronikai mérnök bele tudja tenni a szabályozási elemeket, a mérnök informatikus pedig meg tudja írni azt a programot, ami ezt a szabályozást elvégzi. Tesztmérnök kiviszi Magyarország unikális pályájára, ami itt van nálunk, ez az autóipari tesztpálya, mellettünk épül, Zalaegerszeg határába, és visszamutat ezeknek a mérnököknek, hogy önen is és mind kell a változtatásokat megtenni. Úgy gondolom, hogy erre a mérnöki szakmacsoportra bátran jelentkezhettek, ennek van jövője. Ha bármelyikőtök úgy gondolja, hogy közben váltana, mi azon dolgozunk, hogy ezt a lehetőséget megtegye, az egyik szakterületről át tudjon térni a másikra. A gazdaságtudományi területekről dékánasszony fog részletesebben majd beszélni, de az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy látjátok, hogy a számítógépes ismereteket mi szeretnénk ebbe a területen egy kicsit jobban felerősíteni. Ez azért is, mert ugye sokat hallottatok már a bitcoinról, meg az új gazdaságról, a distributed ledger technológiákról, egyebekről, és azt is hallottátok, hogy Zalaegerszeg nagyon híres volt a pénzügy számvitel szakjáról. Na most hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Ugye azt is tudjátok, hogy a mesterséges intelligencia az egyre jobban előre tör, és olyan területeken, ahol a körülmények kiszámíthatóak, kezdi kiszorítani az embereket a pályáról. Úgy gondolnánk, hogy a számvitel területén így, hát az emberek elég nagy problémába kerülnek. Ugyanakkor viszont tudjátok azt is, hogy a világ ennél nagyobb mennyiségű adatot, mint amit most generálunk naponta, nem generált. És azt is, hogy az adat az kincs, ezt már hallottátok, és ez az adat, hogyha egyszer jó kezekbe kerül, az bányászható, finomítható, az új lehetőségeket, új cégeket, új business opportunity-kat, hogyha így gondolnánk hoz. Mi erre fogjuk a szakjainkat, azt a hármas rendszert, amit itt láttatok, ugye a gazdálkodás és menedzsment, pénzügy számvitel és a gazdaságinformatikus, ezt a három szakot erre fogjuk kihegyezni, hogy a digitális gazdaságot minél jobban tudjuk szolgálni. És az összekötő elem, ezt nem idén, hanem a jövőre kívánjuk bevezetni, hogyha minden jól megy, akkor egy olyan programtervező informatikus szak, amelyik az egész algoritmus hátterét tudja biztosítani.
És hogy ne csak a szakokról beszéljek, ugye kialakítottunk itt Zalaegerszegen egy olyan lehetőséget, amivel mindannyiótoknak a szakmába való, az egyetemre való betérését segíthetjük. Ez az okleveles technikus képzési program, ahol az együttműködő iskoláinkba 30 kreditet már az utolsó két évfolyamon elvégezhettek, és ezt be fogjuk számítani az itteni első éves képzéseitekbe. 30 kredit az egy fél évnyi kredit, aki ebbe az okleves technikus képzési programba, a partneriskoláinkba részt vesz, az ennyi előnnyel fog indulni nálunk. Ja, és nem kell felvételiznie. Ez egy különösen jó program, és Zalaegerszegen elérhető ez az informatika és a gépész területen, tehát a műszaki területen. De nem állunk itt meg, hanem a fejlesztéseinket folytatjuk, és ez az, ami igazán 21. századi lesz. Kialakítunk egy olyan környezetet nektek, amit úgy gondoljuk, hogy ez a Wellness Hotel. Wellness Hotel for Education. Amiért idejöttök, az nem azért, hogy egy hideg tanterembe, egy tábla előtt üljetek, hanem hogy közösséget alkossatok hallgatótársaitokkal, új ötleteitek legyenek, és a környezet ezt támogatni fogja már. Most is egy gyönyörű környezetben vagyunk, de ennek még adunk újabb lehetőségeket. Egy 14 hektáros gyönyörű zöld kampuszon vagyunk, amit telerakunk közösségi terekkel, kiváló kollégiummal, és azzal, hogy együtt tudtok dolgozni. És hogyan fogjátok a tudást elérni? Egy felhő kampuszt építünk, tulajdonképpen amit a COVID adott nekünk kötelező irányként, azt mi tovább fogjuk fejleszteni, és megmutatjuk nektek, hogy hogyan tudunk külföldi egyetemekkel kooperálni, onnan kurzusokat megrendelni, és az egészet itt, Zalaegerszegen helyben tudjátok fogyasztani. És akkor egy kis ízelítő utoljára, ez pedig arról szól, hogy hogyan is fog kinézni ez az új kampusz. Itt látjátok a tervrajzot, a közepe egy tó lesz, egy új akadémiai épület, egy rekordtámpálya, mellette techball pályák és két streetball kosárlabda pálya. Ehhez kapcsolódik egy látványterv, amit már megálmodtak a tervezők, és akkor itt vannak a közösségi tereink, ilyen lenne az új akadémiai épületünknek az alja. Nyitott terek, közösségi életet elősegítő, alkotó tevékenységet előkészítő terek. Aztán mellette ugye az akadémiai épületünk külseje, az új akadémiai épületünk külseje, és az, hogy egy kicsit ti is tudjatok relaxálni, sportolni, itt vannak a lehetőségek, ezek ilyen élményképek egyelőre, de a tervezők ezek alapján építik fel a kampuszunkat, és hogy ez mikor valósul meg? Az elkövetkezendő 5 évben, és ennek részesei lehettek, ti lehettek azok az emberek, akik ezt a munkát elvégzik velünk közösen, kiépítik a felhőkampuszt, és ezt az új oktatási struktúrát. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és azt szeretném, hogyha itt üdvözölhetnénk benneteket minél korábban, és hát most sajnos ilyen körülmények között tudunk csak veletek lenni, de ez nem azt jelenti, hogy nem gondolunk rátok. Forduljatok kollégáimhoz bizalommal, mind e-mailben, mind telefonon, nagyon szívesen válaszolnak a kérdéseitekre a jelentkezéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszöntöm dr. Palányi Ildikó dékánasszonyt, aki a Zalaegerszegi Gazdálkodási Kart fogja bemutatni nekünk. Dékánasszony, melyek a kiskar előnyei? Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm az érdeklődő fiatalokat és szüleiket. A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg a Pannon Egyetem egyetlen Veszprémen kívüli kara. Egy nagyon kicsi karról beszélhetünk, ahol a közgazdászok képzéseim már 50 éve folyik. A kicsi karból adódóan nagyon személyes a kapcsolat a hallgatók, illetve az oktatók között, és ez a személyes kapcsolat lehetővé teszi azt, hogy időben felismerjük a szikrákat a fiatalok szemében, és a tehetségeket kiemeljük, és a tehetséggondozás keretében a tudományos kutatás felé fordítsuk.
Ennek nagyon szép hagyományai vannak itt a karon, de nem csak a tehetségekre tudunk figyelni, hanem a lemaradó hallgatókat is könnyen észre tudjuk venni, és számukra felzárkóztató kurzusokat tudunk szervezni. Nagyon gyakorlatias tudást próbálunk átadni, és erre a gyakorlati tudásra ráerősít a karon folyó duális képzés is. Valamint milyen praktikákat, tanácsokat adna a felvételi előtt állóknak? A felvételi előtt álló fiataloknak azt a tanácsot adnám elsősorban, hogy az érdeklődésüknek megfelelő szakot próbáljanak választani, de önmagában nem csak ez a lényeg, hogy milyen szakot választanak, hanem érdemes azt is megnézni, hogy a szakon belül milyen elágazások vannak a jövőben, indítanak-e specializációkat például, hiszen ebben nagyon nagy különbségek lehetnek különböző egyetemek azonos alapszakai között. Aztán ezen kívül nagyon fontos az is, hogy megnézzék az előző évek felvételi ponthatárait, hiszen ez irányadó lehet, és ezáltal tudják reálisan is megítélni a saját esélyeiket. Hogyha egy adott szakra jelentkeznek egy adott egyetemen, akkor érdemes az államilag támogatott és az önköltséges formát is bejelölni, hiszen az a felvételi során egyetlen egy jelentkezésnek minősül. Köszönjük a dékánasszonynak az információkat. A továbbiakban dékánasszony egy a chatfalon várja a kérdéseiket, most pedig egy videót fogunk megtekinteni. Köszönöm a lehetőséget. Szeretném bemutatni önöknek a gazdaságtudományi képzési területen Zalaegerszegen elérhető képzési portfóliót. Előtte azonban nézzük meg, hogy mit is csinál egy közgazdász. Nagyon egyszerűen azt mondhatjuk, hogy gazdálkodik. Ugyanis a szükségleteink kielégítéséhez szükséges termékek és szolgáltatások előállításához erőforrásokra van szükség, amelyek korlátosan állnak rendelkezésünkre. Ezért el kell dönteni, hogy a korlátos erőforrásokkal mit kezdünk. A közgazdász ezekről dönt. Közgazdászra minden nemzetgazdasági ágban szükség van. Elhelyezkedhet az itt végzett hallgató makró, mezó és mikroszinten. Makroszinten például minisztériumokban, mezoszinten térségi szervezeteknél, megyei önkormányzatnál, mikroszinten különböző vállalatoknál. A közgazdász dolgozhat kicsi, közepes, nagy vállalatoknál is. A szakmánkra jellemző a sokszínűség. Más képességeket vár el a pénzügy számvitel terület, mást a gazdálkodási és menedzsment szak. Pénzügyi és számviteli területre olyan hallgatókat várunk, akik precízek, szabálykövetőek, jellemző rájuk a türelem, a pontosság. Gazdálkodási és menedzsment szakra pedig olyan fiatalokat, akik dinamikusak, nyitottak, jól kommunikálnak, szeretnek emberek között lenni, meggyőzőek. A közgazdás szakma ismertetése végén szeretném azt is elmondani, hogy bármit lehet vele kezdeni, ez egy Jolly Joker szakma, mondta egy hallgatónk korábban. A lehetséges állások és foglalkozások itt láthatóak ezen a szlájdon. El lehet helyezkedni HR menedzserként, könyvelőként, marketing menedzserként, bankügyintézőként, logisztikusként, kockázatelemzőként, kontrollerként, termékmenedzserként, és a paletta még ennél sokkal, de sokkal tágabb. Az Zalaegerszegen elérhető képzési kínálat három részből áll. Egyrészt hirdettünk képzéseket felsőoktatási szakképzés keretében, alapképzésen és mesterképzésen. Valamennyi képzési szintet el lehet végezni nappali és levelező munkarendben, kivétel a mesterképzés, amelyet csak levelező munkarendben hirdetünk. A hallgatók választhatják az államilag támogatott, illetve az önköltséges formában való tanulás lehetőségét. A felsőoktatási szakképzést két szakon hirdetjük, gazdálkodási és menedzsment, valamint pénzügyi és számvitel szakon. A felsőoktatási szakképzés képzési ideje 4 fél év, amelyből az utolsó fél évet szakmai gyakorlaton vállalatoknál töltik a hallgatók. A gazdálkodási és menedzsment szakon felsőfokú gazdasági menedzserasszisztens végzettséget szerezhetnek, míg pénzügy számvitel szakon felsőfokú vállalkozási közgazdász asszisztens végzettséget kapnak. A táblázat alatt láthatják a legjellemzőbb betölthető munkaköröket az egyes szakok esetében. Alapképzésünket szintén két szakon hirdetjük, gazdálkodási és menedzsment, illetve pénzügyi és számvitel szakon. Az alapképzés képzési ideje 7 fél év, itt is az utolsó fél évet szakmai gyakorlaton töltik a hallgatók.
Nézzük meg, hogy mi a különbség a gazdálkodási és menedzsment, valamint a pénzügyi és számvitel szak között. A gazdálkodási és menedzsment szakon olyan közgazdászokat képezünk, akik képesek az egész vállalati utat menedzselni. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozási ötlet megjelenésétől kezdve a vállalkozás alapítását, indítását, felfuttatását, vagy akár a vállalati hanyatló életszakaszt is képesek menedzselni. Ahhoz, hogy valaki ezeknek a feladatoknak megfeleljen, nagyon fontos, hogy átlátó képességgel rendelkezzen, döntésképes legyen, hogy a vállalati működés minden részterületét ismerje, és tudja az egyes részterületek közti kapcsolatot is. Itt alapvetően átfogó ismereteket szerez a hallgató a vállalati működésről. A pénzügy és számvitel területről pedig azt kell tudnunk, hogy az itt végzett hallgató a pénzügy, illetve a számvitel területén nagyon mély tudásra, specifikus tudásra tesz szert. Amikor jelentkeznek egyetemre, nem csak azt érdemes megnézni, hogy milyen alapszakot válasszanak, hanem célszerű egy kicsit tovább menni, és megnézni azt is, hogy van-e elágazás az adott alapszakon belül. Zalaegerszegen mi ugyanis a negyedik fél év után specializáció választási lehetőséget adunk a hallgatóknak. Zalaegerszegen a logisztika, illetve a szolgáltatásmenedzsment specializációk közül lehet választani a gazdálkodási és menedzsment szakon. Mind a két specializációt itt Zalaegerszegen dolgoztuk ki a kollégákkal. A logisztika specializációt azért ajánlanám a figyelmükbe, mert a logisztika egy nagyon dinamikusan fejlődő terület, illetve ez a térség, ahol mi élünk, földrajzi helyzeténél fogva is nagyon-nagyon kívánja a logisztikai szakembereket. Szolgáltatásmenedzsmentről annyit kell tudnunk, hogy a szolgáltatásokra kihegyezetten specifikus tudással bíró szakembereket képzünk. Ennek az a jelentősége, hogy ma Magyarországon körülbelül a foglalkoztatottak 70%-a a szolgáltatások területén dolgozik. Ezért mi ennek a specializációnak a keretében kihegyezett figyelmet fordítunk az ügyfélkapcsolatmenedzsmentre, a konfliktusmenedzsmentre, a szolgáltatás marketingre. A pénzügyi és számvitel alapszakon az alapmintatanterv döntően számviteli irányultságú, de Zalaegerszegen meghirdetjük a pénzügyi specializációt is, tehát aki ezen a területen szeretne elmélyedni, tud specializációt választani. A következő képzési szint a mesterképzés. Pénzügyi mesterképzést hirdetünk, amelyre bármilyen alapdiplomával lehet jelentkezni. Ez a képzés csak levelező formában érhető el. 4 fél éves képzés, majdnem mindenkit fel tudunk venni államilag támogatott képzésre, akinek mégsem sikerülne 350 000 forint fél éves önköltséget kell fizetnie. Jellemző az egyetemünkre, hogy duális képzés keretében nagyon sok hallgató folytat tanulmányokat. Minden alapszakon hirdetünk duális képzést. A szlájdon láthatják a duális képzésnek az ütemezését. Erről annyit szeretnék elmondani, hogy amikor szeptemberben bejön hozzánk az első évfolyamos hallgató, akkor 14 hetet a szorgalmi időszakban iskolapadban tölt, majd pedig 6 hetet duális vállalati gyakorlaton. A második fél évben ismét 14 hetes iskolapadban töltött idő következik, amit 6 hetes vállalati gyakorlat követ, majd a nyáron 8 hetet vállalatnál kell töltenie a duális hallgatónak, és mindössze 4 hete maradt pihenésre. A második évfolyamon, illetve a harmadik évfolyamon ugyanez a menetrend, és végül a 7. fél évben 15 hetes duális szakmai gyakorlaton vesz részt a hallgató. Miért érdemes ezt a képzési formát választani? Azért, mert a hallgató a szakmájában tud gyakorlati tapasztalatot szerezni. A teljes képzési idő alatt minden hónapban fizetést kap a duális vállalattól, amely a minimálbérnek legalább a 60%-át teszi ki. Ezen kívül a duális képzés kiváló lehetőség arra, hogy a hallgató kapcsolati tőkét építsen. A képzés végeztével a hallgató duális diplomát szerez, és ezzel tulajdonképpen gyakorlattal rendelkező pályakezdőt tudunk a munkaerőpiac rendelkezésére bocsátani. Szeretném elmondani, hogy a felvi.hu felületen nem kell a duális képzésre jelentkezni, hanem mi majd az egyetemről írásban fogjuk a jelentkezőket megkeresni, és ajánljuk fel nekik a duális képzés lehetőségét.
A következő szlájdon a jelenlegi duális vállalati partnereinket látják. Látják, hogy nagyon sok duális partnervállalattal állunk kapcsolatban, úgyhogy ezek azok a cégek, amelyeknél duális vállalati gyakorlatot lehet eltölteni. Végezetül néhány fontos információ. Itt láthatják a honlapunkat, kérem, hogy látogassanak el ide, és nézzék meg a felvételizőknek szóló menüpontot. Aki a gazdaságtudományi képzések iránt érdeklődik, a felvi.fu felületen a Pannon Egyetem GTK karát kell majd bejelölnie, és hiszen belül az aleegerszegi képzési helyet. Köszönöm szépen a figyelmüket! Megérkeztek hallgatóink is. Sziasztok, kérlek mutatkozzatok be! Sümegi Áron vagyok, másodéves pénzügyi számvitel szakos hallgató. Sziasztok, én Csikós Fanni vagyok, gazdálkodás és menedzsment szakos, harmadéves duális hallgató. Sziasztok, Lazarök Iván vagyok, harmadéves pénzügyi számvitel szakos duális hallgató. Iván, úgy tudom, hogy te a TDK-n elég jó eredményt értél el. Mesélnél nekünk egy kicsit erről? Igen, ebbe az évben úgy döntöttem, hogy TDK-zni fogok. A TDK az egy tudományos diákörű konferencia, ahol lehet írni egy tudományos vagy kutatási munkát, amit amúgy bele lehet számítani a szakdolgozatba is. Igazából ebbe a fél évben én első helyezést értem el. Gratulálok, belőle. Nagyon szép eredmény. Köszönöm. Fannit említetted, hogy duálisos vagy. Ez mit jelent? Hát én elsősorban azért választottam ezt az egyetemet, mert mindenképp duálisra szerettem volna menni, és azért volt ez számomra vonzó, mert így az egyetemen megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is tudom hasznosítani, és emellett kapcsolati tőkét szerezhetek, fizetést és szakmai tapasztalatot. Szóval én ezért választottam, és ajánlom mindenkinek, aki egy kis pénzt szeretne keresni az egyetem alatt. Igen, ez így nagyon jól hangzik, úgyhogy a felvételizőknek ezt csak ajánlani tudjuk. Áron, neked nem ez az egyetem volt az első választásod, mégis ide kerültél. Mesélnél egy picit erről? Hát igazából én ezt nem szeretném hosszan kifejteni. Egy dolgot szeretnék kiemelni, ami az előző egyetemhez képest nagy különbség, hogy itt az emberek nagyon segítőkészek, és a munkaköri kötelességükön túl is nyugodtan lehet hozzájuk fordulni bármilyen problémával. Most pedig megtekintünk egy kis filmet a duális képzésről. Kinek is ajánlanám a duális képzést? Mindenki számára, aki nem csak elméleti tudásra szeretne szert tenni ebbe a 3,5 évbe, hanem tényleg gyakorlatban is el szeretné sajátítani azt, amit elméletben megtanult, és így 3,5 év után nem egy diplomával a kezében fog kilépni a való életbe, hanem duális diplomával, aminek nagyon nagy jelentősége lesz majd a jövőben. Most pedig a műszaki hallgatókat is megkérdezzük, hogy mi a véleményük az egyetemről, valamint elmondják a történetüket. Kérlek, mutatkozzatok be! Sziasztok, Drizner Beáta vagyok, másodéves gazdaságinformatikus szakos hallgató, valamint a hallgatói önkormányzat elnök helyettese. Sziasztok, én meg Farkas Tamás vagyok, a Pannon Egyetem 5. féléves mechatronikai mérnök hallgatója, és illetve én is a hallgatói önkormányzatban tevékenykedem. Tamás, a műszaki képzést miért itt választottad? Ennek egyetlen egy oka van. Én itt tanultam Zalaegerszegen a GANZ szakgimnáziumba, és nekem igazából ez közel volt, és nem szerettem volna, ismerős is volt, közel is volt, és nem szerettem volna messzebb menni mondjuk egy nagyobb városba. Köszönöm, és Bea, én úgy tudom, hogy te az ország másik feléből jöttél ide hozzánk Zalaegerszegre, és remélem, hogy ezt a helyet választottad. Hát ez egy vicces sztori. Amikor felvételi előtt álltam, végignéztem az országban az összes képzést, ahol gazdaságinformatikát lehet tanulni, és úgy gondoltam, hogy itt, Zalaegerszegen az informatika mellett a gazdasági rész is nagyon erős. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy én ide jelentkezek, ezzel rosszul nem dönthetek, valamint a duális képzés is nagyon csábító volt, mert az országban nem sok helyen lehet gazdinfon duális képzésben tanulni. És mind a ketten említettétek, hogy a HÖK tagjai vagytok. Egy pár szót mondanátok erről? A HÖK
hallgatói önkormányzat az, mint középiskolában a diák önkormányzat, bár egy picit több felelősségünk van. Programokat szervezünk, hallgatói érdekképviselet keretein belül, bizottsági ülésekben részt veszünk, és igazából rendkívül szerteágazó. A HÖK egy nagyon jó csapat, én ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, aki ide jelentkezik, hogy jelentkezzen, nem fogjátok megbánni. Hát igen, az, amit Baál mondott, igazából az a mérvadó, ugyanúgy én is a diák vagy a hallgatói önkormányzatban tevékedem, mint referens. Hát ugyanez a feladatunk, hogy programokat szervezünk, illetve a hallgatóknak oldjuk meg az ügyintézői problémáit, illetve tényleg ez a hallgatói önkormányzat, aki ide kerül és bekerül a hallgatói önkormányzatba, azt tapasztalja, hogy egy nagyon jó közösségbe került be, és tényleg nagyon jól működik a csapatmunka nálunk. És akkor most megtekinthettek egy kis ízelítőt az egyetemi életből. A szeptemberi sportnapunkról lesz egy rövid összefoglaló. Az egyetem anyagilag elég megterhelő lehet. Ennek segítségére van a duális képzés, amiért, mint hallhattátok, fizetést is kaphattok. Nagyon jó ösztöndíj lehetőségeink vannak, amiről dékán asszony beszélt. És most nézzünk meg a kollégiumról egy kis filmet, ami bemutatja, hogy olcsóbb lakhatásért mennyire jó idejönni a kollégiumba. Szeretettel várunk benneteket a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ kollégiumába. Minden sikeresen felvételt nyert hallgató részére tudunk férőhelyet biztosítani Zalaegerszegi kollégiumunkban. Szobáink komfortosak, két darab két főszobához külön fürdőszoba tartozik. A kollégiumi díj állami ösztöndíjas hallgatók részére 13 000 forint, az önköltséges hallgatók részére pedig 24 650 forint havonta. Az egyéni és csoportos tanulásra a tanulószobákban, főzésre, a közös konyhákban, mosásra és vasalásra pedig a mosókonyhákban lesz lehetőségetek, amely minden szinten kialakításra került. A szabadidő hasznos eltöltésére jól felszerelt konditermeink és közösségi tereink állnak hallgatóink rendelkezésére, ahol csocsózhattok, pingpongozhattok vagy biliárdozhattok egymással. Sikeres fejtelt kívánok mindenkinek, remélem szeptemberben találkozunk. Köszöntöm Márkus Attila urat, a Diákhitel Központ regionális képviselőjét. Jó estét kívánok! Mielőtt rátérnénk a szakmai részére, a diákhiteles részére, ön volt kollégista? Csalódást kell okoznom. Sajnos nem, viszont a feleségem kollégistaként folytatta a tanulmányt, úgyhogy van azért némi információ erről, hogy ez hogy nézhetett ki. És akkor valamilyen információt megosztana velünk? Hát egy keményebb életnek tűnik lényegesen, mint ahogy én lokálpatriótaként ott folytattam a tanulmányaimat, ahol laktam, tehát nekem ez a lakhatási probléma ez nem volt. Hát lényegesen komolyabb kompromisszumokat kell kötni, de hát megvan nyilván a maga szépsége is a kollégista életnek. Köszönjük, és akkor legyen szíves egy pár mondatban összefoglalni a diákhitel jelenlegi helyzetét és előnyeit, hátrányait. Köszönöm szépen. Én igazából egy picit szeretném is magát a témakört tágítani, hiszen nyilván felvetődik a kérdés, hogy a Diákhitel Központ mit keres egy nyílt napon. A nyílt napokon való megjelenés azért rendkívül fontos számunkra, mert azt gondoljuk, hogy azon túl, hogy egy továbbtanási döntés szakmai értelemben megalapozunk, és megpróbálja kiválasztani a megfelelő intézményt, megpróbálja kiválasztani a megfelelő képzést, ez egy anyagi következmény. Kell járó döntés is.
Ami rendkívül izgalmas, hogy az elmúlt években azt látjuk, hogy a budapesti és a vidéki továbbtanulás között záródik az olló, tehát hogyha valaki budapesti felsőoktatásban vagy vidéki felsőoktatásban szeretne továbbtanulni, akkor már nincs olyan érdemi különbség. Mi a pénzügyi tervezést úgy próbáljuk segíteni, hogy egy pár évvel ezelőtt fejlesztettünk egy alkalmazást, amit pénzügyi tájlónak hívunk. Ez egyaránt a felvi.hu, illetve a diákhitelközpont oldalán látható. Ebben gyakorlatilag adott képzésre adott szakra vonatkozóan adunk lehetőséget arra, hogy a várható költségek, illetve a forrás lehetőség tekintetében tudjon egy kalkulációt végezni a hallgató, vagy leendő hallgató. A finanszírozás oldaláról ugye nem fogok nagy meglepetéseket elárulni, hiszen a családtámogatás mellett nagyon fontos változás lesz, hogy ösztöndíjakra és támogatásra válik jogosult el a hallgató. Ez talán egy jelentős változás a középiskolai tanulmányokhoz képest. Fontos, hogy munka is megjelenik a tanulás mellett, illetve hát harmadik, illetve negyedik elemként természetesen ott van a diákhitel lehetősége. A munkával kapcsolatban egy nagyon fontos dolgot mindig el szoktunk mondani, hogy a felsőoktatásba belépni egy egészen új helyzetet fog hozni. A tanulmányok folytatása egészen más szabályok szerint fog zajlani, úgyhogy mi mindig javasoljuk azt, hogy a munka és a tanulás arányátnál akkor próbáljunk meg egy egészségesebb egyensúlyra törekedni, amikor már egyébként egy bejáratott rutinná válik, tudjuk, hogy mi az a kreditrendszer, tudjuk, hogy mi az a Neptun rendszer, tudjuk, hogy mit jelent az, hogy egy másra épülő tantárgyak és a többi. A diákhitelről most jelen pillanatban, amikor a tanulást, továbbtanulást tervezi valaki, a következőket érdemes tudni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy egy 20 éves szervezetről van szó, 2001-ben alakult. A Diákhitel Központ ZRT 460 ezer felsőoktatásban tanuló hallgató vette igénybe ezt a kiegészítő forrás lehetőséget. Ami nagyon fontos, hogy mi nem vagyunk egy bank, nem vagyunk egy pénzintézet, így ennek megfelelően a terméknek, a két terméknek, a Diákhitel 1-nek és a Diákhitel 2-nek a termék jellemzői is jelentős mértékben eltérnek a megszokott banki konstrukciókkal. Talán hadd emeljem ki azt az egy nagyon fontos dolgot, hogy jövedelemarányos törlesztésről beszélünk például, tehát amíg a hallgatói jogviszony nem szűnik meg, addig nem kell ezt törleszteni, és utána sem a normál kötött visszafizetési időtartam alapján kerül megállapításra a törlesztő, hiszen ez folyamatosan változni fog. Egy nagyon fontos dologra még fölhívnám a figyelmet, hogy 2018-ban a diákhitel termékek is bekerültek a családtámogatási rendszerbe, és az anyák, a diákhitellel rendelkező anyák esetében kettő gyermek születése után elengedjük a tartozás felét, a harmadik gyermek megszületésekor pedig a teljes tartozást töröljük. A két diákhitel konstrukcióról ebben a pillanatban, amikor a továbbtanulást tervezzük, azt kell a legfontosabbként tudni, hogy ezek léteznek. A diákhitel egy termék, egy szabad felhasználású konstrukció, ami a tanulmányokkal kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek finanszírozásához ad egy kiegészítő lehetőséget. Így például a kollégium finanszírozásához, ha úgy alakul az albérlethez, azt hiszem, hogy talán Zalaegerszegen ezzel nem lesz probléma, a jegyzetek megvásárlásához, stb. Míg a diákhitel esetében egy önköltségre fordítható diákhitelről, egy kötött konstrukcióról beszélünk, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a felsőoktatási intézményhez érkezik a pénzösszeg, ezt viszont egy 0%-os kamattal honorálja a rendszer. A záró gondolatként nagyjából azt szeretném elmondani, hogy miért nem kell tartani a diákhiteltől. A diákhitel a neve mutatja, hogy ez egy hitel, tehát vissza kell fizetni, még akkor is, hogyha egyébként mi nem bank vagyunk. Viszont nagyon sokszor felvetődik a kérdés, hogy ez mekkora problémát fog okozni. Itt látható néhány grafikon, amiben azt próbáltuk összehasonlítani, hogy az általunk előírt törlesztő részlet, a kötelező törlesztő részlet hogy aránylik a diákhiteles ügyfelek által egyébként fizetett összeggel. Ez ugye azért érhet el a kettő egymástól, mert ugye a mi rendszerünkben az előtörlesztés lehetősége korlátlanul fennáll, semmiféle külön eljárása, illetve egyéb költsége nincsen. És itt, ahogy látható, a diákhitel egy esetében közel másfélszeres összeget fizetnek vissza az ügyfelénk, a diákhitel kettő esetében pedig majdnem a kétszeres összeg. Záró gondolatként tényleg csak arra szeretnék kitérni, hogy amikor a továbbtanulást tervezzük, akkor rendkívül fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő intézményt. Azt gondolom, hogy aki az zalaegerszegi képzéseket választja, az nagyon jó helyen lesz. Viszont amellett, hogy a megfelelő szakmát kiválasztja magának és egy jövőképet felépít, kell arra gondolni a következő 2-3-4, akár ennél hosszabb idő komoly anyagi áldozatvállalással fog járni, és ezt is érdemes megtervezni. Úgyhogy én ezeket a gondolatokat szerettem volna így átadni. Köszönjük az értékes információkat, kérem segítsen nekünk kisorsolni ezt a Lenovo táblagépet.
A szerencsés nyertes pedig... Egervári Karina. Szívből gratulálunk a nyertesnek. A nyeremény átvételével kapcsolatban vegye föl a ZEK munkatársaival a kapcsolatot. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az online nyílt napunkon. Addig is elérhettek bennünket honlapunkon, és a megadott elérhetőségeken kövessetek bennünket Facebookon, Instagramon, Twitteren, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Valamint januárban az edukáció kiállításon is találkozhattok velünk személyesen és online is.